Szerbusztok, kedves embertársaim, én Oszkár vagyok, és ez itt a Need for Speed Most Wanted végigjátszásomnak a 41. része, 41. És most ez itt kell kalásan egy 1, 2, 3, 4 darab videós videószösszenetből áll, aminek az utolsó része az önmagában kb. 20 perc. Ugye úgy van, hogy mindig amikor mielőtt kihívhatsz egy fekete listást, ha esetleg valaki nem tudná, bár szerintem egy 40 videó az elég volt ahhoz, hogy ezt megtanuljuk itt közösen. Szóval úgy van, hogy vannak a versenyek, amiket véghez kell vinni, egy 5-6-ot, utána pedig kihívásoknak kell eleget tenned ahhoz, hogy a fekete listás, következő fekete listás tagot, jelen esetben Razort, aki egyébként az első helyen van, tehát ő úgymond a fő ellenség a játékban, kihívhasd, és itt sikerült is ezeket a futamokat szépen megcsinálni, ugye itt túl kellett lépnem egy bizonyos sebességlimitet, hát ezt így megtanultam úgy csinálni itt a dolgokat, hogy nem feltétlenül kell szemből átmenni ezeken a radarokon, sebességmérőkön, hanem fordítva is lehet. Tehát sokszor itt is úgy csináltam, hogy szépen mentem, nem sikerült, akkor a másik oldalról megpróbáltam. Egyedül akkor vagy gondban, hogyha látjátok, itt is túlmentem, itt van egy hosszú egyenes szakasz, tehát jól fel lehet gyorsulni. Itt egyedül arra kell vigyázni, hogy rendőrök könnyedén megjelenhetnek, hogyha így száguldozol a városban, tehát azt el kell kerülni, mert ugye, hogyha megjelenik a zsaru, akkor az van, hogy le kell őt rázni, és akkor kezdheted újra az egészet. Vagy Alt-F4-gyel ugye PC-n ki lehet lépni a játékból, és kész. Egyébként nem tudom, hogy ez a Need for Speed Most Wanted, ez más platformra megjelentem, mondjuk Xbox-ra vagy PlayStation-re, de szerintem megjelent. Ez egyik legsikeresebb része a Need for Speed-nek, tudtam szerint, vagy a legismertebb, egyik legismertebb. Na szóval itt az első három futam ezen elég gyorsan túlmegyek, hát igen, itt a kerékcsíkokból gondolom rájöttetek, hogy nem elsőként sikerült végigvinnem ezt a gyorsulási cuccot, vagyis hát nem gyorsulás, hanem ugye kilométer óra túlpörgetős cucc! Bum! Igen, itt a végén kellett piszkosul megnyomni, a nitrót azt maximumra toltam, és hát éppen de sikerült. Na és most jön a menekülés. Tehát itt ugye az a baj, hogy én itt elértem, hogy kettes szintről induljon a körözési szinten, mert itt, hogyha egyes szinten van, akkor túl könnyen lerázod a rendőröket. Tehát itt ugye azt kell, hogy össze kell törni kb. 35 rendőrkocsit, valami brutálisan nagy vérdíjat összegyűjteni, menekülni legalább 15 percig, és ez könnyűnek tűnik, de valójában véve nem az. Nagyon-nagyon kell koncentrálni a szöges akadályokra, hogy nehogy ugye azon átmenjél, mert akkor a guminak annyi, és egyből elkaptak, tehát tulajdonképpen az a legveszedelmesebb pont, illetve a páncélos furgonok, tehát azok, hogyha így szemből neked jönnek, akkor könnyen felborulhatsz. És hogyha felborultál, akkor annyi. Szóval mondjuk úgy, hogy hármas körözési szinttől már észnél kell lenni egy picit, de négyestől felfelé, tehát négyes, ötös szint az már olyan, hogy nagyon mereszteni kell a szemedet, és a időlassítást is folyamatosan használni, hogy időben észrevegyed a dolgokat. Egyébként elég jól haladok a fogyókúrával, egy kis kulisszatitkot hagyosszak meg veletek, ugye. Hát mostanában azt csinálom, hogy reggelre eszek egy keveset, ebédre sem sokkal többet, mint amit egyébként úgy reggelinél szoktam megenni. Tegnap meg is csodálkozott anyukám, amikor ilyen csőtészta volt csirke mellel, amit én nagyon szeretek, szószos öntettel, fú, abban egy vödörrel megbírnék enni, és kb. Az egy negyedét ettem annak, amennyit egyébként meg tudok enni. És ő így nézett, hogy mi, nem ízlik? Hát mondom, dehogy nem, megbírnék enni még egy vödörrel, de most az a helyzet, hogy fogyókúrázok, anyuci, úgyhogy ne hízlaljál, léci. Na, a lényeg, ami a lényeg, hogy utána a biciklivel kimentem a császárszállási kertünkre, oda-vissza. Most meg lett szerelve egyébként a bicikli, már nem nyikorog, hál' Istennek. Az volt a baja, hogy a jobb oldali fék az kicsit erőse volt a hátsó keréknél, ott a tárcsa állítva. És hát ezért volt egy ilyen nyikorgó hangja, amikor alaphelyzetben volt. És a kormányt is kicseréltük, tehát most már egy picit magasabban lehet fogni, ami azt jelenti, hogy nem úgy mész, hogy így lehajtott fejjel, és időnként így felnézel, hogy nagyjából jó irányba mész, mert az előző kormánynál azért ez volt ugye a fő probléma, hanem most már egy kicsit így kiegyenes, majdnem kiegyenesedve tudsz menni. Tehát sokkal kényelmesebb, sokkal kevésbé fáradsz el. Tehát komolyan még a régi kormánynál ott
Még fél úton sem voltam, de már a belem kilógott. Most meg megérkeztem, és még a hónaljam se lett egyáltalán izzadság cseppes. Tehát sokkal jobb. Viszont érdekes, hogy a nyakamat nagyon kikezdte ez a biciklizés. És nem is biztos, hogy a biciklizés az oka, mert a napokban meghúzódott megint a nyakam, amikor így keltem ki az ágyból. Hát nem tudom, mi az úristen van, öregszek. Na de, mit is akartam mondani? Szóval igen, hogy kimentem császára, szóval mozogtam egy jót, hazajöttem, letusoltam, aztán vacsorára meg egy darab zöld almát ettem. Szóval, hogy ezt csinálom mostanában, hogy estére már csak valami minimális gyümölcsöt fogyasztok, és rendszeresen sportolok, minden, és már most 90 alatt vagyok, tehát most 89,1 kilót mértem reggel. És hát ugye a cél az egy olyan 78-80 kiló, tehát hogy annyira le tudnék menni, akkor már eltűnne a tokám, vékonyabb lenne az arcom, nem lenne még az a minimális pocakom sem lenne, ami egyébként most van. Szóval úgy néznék ki, mint a Terminátor akkor. Mert egyébként rengeteg izom van a testemen, meg minden, csak egy-két ponton be van hízva, és akkor, hogyha még megyek a strandon, akkor nem látszik a kocka hasam, mert be van hízva, nem látszanak a finom arckifejezéseim, mert be van hízva. Szóval színésznek ezért nem lennék annyira jó most jelenlegi állapotomban, mert egyszerűen, ha tudok is mimikákat előadni az arcommal, egyszerűen nem látszik annyira, mint hogyha csont és bőr lennék, és akkor úgy jobban látszik, ugye. De hát nem akarok csont és bőr lenni. Nyilvánvalóan. Hát csak egy olyan kultúrát azért, mert régebben én nem voltam egyáltalán kövér. Hát végül is most sem vagyok mondható kövérnek, inkább úgy fogalmaznék, hogy jó húsban vagyok. Mondjuk egyes elképzelések szerint a férfi az 100 kilónál kezdődik, de mondjuk ez hülyeség szerintem, mert jó, lehet, hogy ha 190 centi lennék, akkor még a 100 kiló is beleférne, vagy 2 méteres, de 176 centi mellett a 97 kiló az sok. Az sok. Tehát, és ráadásul, hogyha full izomban lenne rajtam, akkor sem lenne jó, mert akkor olyan nagyon tömzsi lennék, tudjátok. Tehát én inkább arra megyek, hogy szálkás legyek. Erősnek erős vagyok. Azzal nincs gond, most már csak annyi, hogy a kinézet az is passzoljon, úgymond az erőmhöz, meg a halálos reflexeimhez, meg ilyenek, tudod? Na. Szóval ez van, egyébként most jelentkeztem egy félig YouTube-os, félig internetes PC-s, nem csak PC-vel foglalkozom, konzollal is foglalkozó játékmagazinhoz. Most még nem akarom bemondani a nevüket, mert lehet, hogy nem lesz belőle semmi. De elvileg játékbemutatókat fogok majd készíteni ennek a csapatnak. Hát, hogyha bevesznek. És ez egy non-profit dolog lesz, tehát ugyanúgy YouTube-on lehet majd ezeket a videókat elméletileg megtekinteni. Csak egy más logó alatt leszek, ugye. Na hát erről majd bőven később. Kíváncsi leszek, hogy összejön-e. Úgyhogy szépen gurulunk itt a kocsikkal. Továbbra is ezt a Mitsubishit kedvelem. Marha jó. Ennél jobb járgány. Na ezek a tankos cuccok. Itt igazából mázlin volt. Ilyen esetben azt kell csinálni, hogy a Q-betűt gyorsan megnyomod, tehát az időlassítást, és gyorsan kitérsz előlük. Tehát egy picit belassítasz és kitérsz. Mert ezek, igen, hogyha így frontálisan ütközöl velük, akkor jó eséllyel felborulsz, és akkor annyi. Game over. Tehát ők jelentik a legnagyobb veszélyt, plusz a szöges akadály, ugye. Ami nem szöges drót igazából, akkor még nézőm kijavította ezt a megfogalmazást, hanem ilyen, hát ilyen tüskék, tehát ilyen, ja. Ott láthatjátok, középen van kitéve. Ja, hát nem gondoltam volna, hogy ez a sorozatom ilyen sokáig, ilyen hosszúra el fog nyúlni. De a Duke Nukem végjátszásomat azt szeretitek, Mortal Kombat az van. Na és még arra gondoltam egyébként, ez most csak zárójelben említem meg, hogy ha tegyük fel, ez a magazin magához venne engem, és ha nem is rendszeresen, de időnként jelentkeznék egy-egy PC-s játék bemutatásával, akkor ha megengedik, akkor a végén a csatorna ajánló videómat azt így bejátszanám, ami így körülbelül olyan 30 másodperc, ugye azt láthattátok ti is.
valószínűleg nem a vasvillásat, hanem csak azt a naturálisabbat fogom majd bejátszani, és akkor az nekem is reklám. Tehát mondjuk, ha non-profitként is megy az egész, akkor annyit legalább nyerek az üggyel, hogy hát egyrészt egy kicsit ismertebbé válok, valamint ugye reklámozom a saját csatornámat, tehát jönnek még több feliratkozó, még több nézettség, és nekem ugye ez hosszú távon pénzt is jelent, mert partner vagyok. Tehát végül is, ha úgy veszük, akkor ilyen kisebb fizetésemeléseket jelentene ez a saját csatornámon. Mert azért úgy háromfelé szakadni teljesen ugye habokra nem akarok, mert ugye van egy YouTube csatornám, amit önmagában, amit most nézel, fel kell tartani, akkor mellette dolgozok dentálhigiénikusként itt a szülőkkel, és akkor még, hogyha ennek a magazinnak is dolgozok teljes erőből, akkor tehát érted, valahonnan azért csak sajnos ezt kell, hogy mondjam, pénzt is kell szerezni. Mert ilyen világot élünk. És legalább akkor a reklám értéke az meglegyen ezeknek a videóknak, ami a csatornámra irányítja át az embereket, emberek egy részét. Hát én erre gondoltam, ez egy járható út, aztán majd meglátjuk, hogy mit válaszolnak a fiúk, lányok. Hát igen, egyébként ez is milyen érdekes, hogy még amikor így régen, így ugye 8 és 15-6 éves korom között olvasgattam ilyen régi PC-s magazin, akkoriban nem réginek számított, hanem ugye újnak, szóval a PC-s magazinoknak a hasábjait olvasgattam, meg minden, akkor olyan félistenként tekint az ember ezekre az emberekre, akik ugye játékújságírók, játéktesztelők, ilyesmi, és most néhányan talán a YouTube-osokra is így tekintenek, de aztán később majd be fogjátok látni, hogy ők is csak emberek. Na itt a helikopter nekem jött, láttad ezt? Ez mi? Próbált felborítani? Hát nem jött össze. Szóval, hogy ilyen félistenként tekintünk ezekre az emberekre, de amikor megéred azt a kort, hogy már te is annyi vagy, amikor ők annyik voltak, és játékújságírással foglalkoztak mondjuk, akkor rájössz, hogy dehogy is, próbáltak valahogy érvényesülni az életben, és ez adatott meg nekik, mert ebben jók voltak, ez tetszett nekik, de egyébként nem kell túldimenzionálni ezt sem, tehát ez is végülis csak egy szakma, egy foglalkozás, amiben rutinra lehet szert tenni. Azért szoktam mondani ezt a kezdő videósoknak is, hogyha most azon törött tegyük fel a fejet, hogy indítasz egy YouTube csatornát, és megfelelően képzettnek érzed magad, tehát van játékos múltad, tudsz jól fogalmazni ilyesmi, akkor meg igazából a rutin az magától jön, csak kitartónak kell lenni. Hát eleinte mondjuk azzal lehet probléma, hogyha tegyük fel, nem tudsz még annyira feloldódni videózás közben, vagy még úgy keresgéled a szavakat, kicsit félénk vagy, akkor az sok ember esetleg negatívan esik le neki, hogy jaj, hát ez egy olyan kis bizonytalan kis köcsög, ezt inkább nem nézem, meg még olyan kis nyikhaj fiatal. De ez nem szabad, hogy eltántorítson. Mondjuk én ezt azért nem éltem át, mert ugye hát független videózással, független filmezéssel kezdtem a karrieremet, tehát ott azért egy kicsit belekóstoltam abba, hogy hogyan kell megfelelő hanglejtéssel kiejteni a szavakat, összerakni a mondatokat. Meg hát úgy, hogy mondjam, úgy tudok fogalmazni, ezt mindig is elég jól tudtam. Akár írásban, akár szóban, bár inkább írásban. Hát szóban csak akkor tudok jól fogalmazni, hogyha nem vágnak a szavamba. Tehát élő beszélgetés során általában az van, hogy csendben maradok, vagy eléggé szűkszavú vagyok, de hogyha úgy elengedik a kezemet, hogy na akkor van egy téma is, arról beszéljél, vagy tartsál valami kis előadást. Bár emberek előtt előadást nem szeretek tartani már jó ideje, de mondjuk úgy, hogy az még úgy megy. Tehát ott ugye mindig van egy ilyen kis izgalom bennem, hogy jaj, nem fog sikerülni, meg jaj, hogy nézek ki, meg biztos mindenki azt mondja, hogy jaj, mit képzel magáról ez a kis köcsök, hogy itt előadást tart nekem, ugye? De aztán, hogyha az első 3-4 percen túl vagyok, akkor általában azt szokott lenni, hogy feloldódok. És utána már elő tudom adni úgy, ahogy akartam. Hát érdekes ez. Na, szóval, hogyha most akarsz videózással foglalkozni, nyugodtan kezd el, előbb-utóbb mindenképpen bele tudsz rendülni és tanulni. Viszont, hogyha feladod, és nem nagyon jutottál semmire a csatornáddal, akkor töröld, kérlek, hogy ne legyen olyan nagy szemét hely a YouTube-on, mert már így is annyi szemét van, hogy
nagyon nehéz kiigazodni rajta. Ez pontosan olyan dolog, hogy itt a városban is látok időnként olyan reklámtáblákat, meg ilyen cégíreket, tudjátok, amire ki van írva, hogy mit tudom én, asztalos. Még a telefonszám is kint van, a cím, meg egyéb elérhetőségek, és amikor mit tudom én, mentem volna oda, hogy na, akkor most szükségem van egy asztalosi munkára, akkor már kiderült, hogy 10 éve megszűnt. Már nem is ebben a városban él. Tehát akkor legalább annyi fáradtságot vehetne az ilyen ember, hogy leveszi azt a rohadt táblát, hogy ne vezesse félre a polgárokat, ugye? Na persze az is igaz, hogy megváltozott a világ, tehát ma már én is úgy vagyok vele, hogyha valami kell, akkor az első dolgom az, hogy beírom Google-be, hogy ezt meg azt a szolgáltatást hogyan tudom elérni és milyen áron vannak. Tehát ritka az, hogy én most kell egy asztalos, akkor így körbejárom az egész várost, hogy hol van asztalos. De hát akkor is belefuthatsz egy ilyen hirdetésbe, egy táblába, és hogyha az nem napra kész, akkor igenis dühös vagy. Na most mindjárt jön egy zsaru egyébként, úgyhogy folytatódik az üldözés. Most megtaláltak! A helikopter rám talált. Azt hittem, hogy azokat a hordókat a fejemre fogják dobni, de nem. Vagy lehet, hogy ledobták, csak ügyesen kikerültem, ilyen Half-Life 2-es jelleggel, tudjátok, amikor így helikopter így dobálja a bombákat kifelé a Half-Life 2-ben. Na itt meg a híd alá bementem, micsoda ötlet volt ez a részemről. Hát a híd alatt nem lát a helikopter. Hát így elég hülye volt. Na itt felgyorsítottam egy kicsit a csíknak a töltődését, amit láthatjátok. És akkor ez volt a 41. része tulajdonképpen a végigjátszásomnak. Következő videóban Razornek a lenyomása fog következni, és tehát gyakorlatilag még 2 rész lesz a Need for Speedből, a 43. rész lesz az utolsó. Szerintem... kutyaugatás volt az előbb, várjál már. Lehet, hogy kint volt, mert itt a csengő is kutyaugatás nálunk. Na, szóval akkor én elbúcsúzok ezennel, hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, én Oscar voltam, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!